Hagyjátok, hogy milyen praktikus ez a doboz. A kurva anyád. Hali papi, mami, mindenkinek, itt van velem. Sziasztok. Ma Alex. És be fogjuk mutatni nektek a Vájró vízipipát, amivel nagyon régóta tartozunk már. Hát mit kell tudni a Vájróról nagyjából, meg akkor nézzük meg mindjárt majd az összeszerelését. Vájró van vízipipa, mert úgy tudom, a Vájrónak vannak más normál méretű vízipipái is. És ez az utazó pipájuk, ami egy ilyen nagyon kompakt kis készülék, direkt hát utazáshoz könnyen hordozható. Ez a doboza, ebbe belefér az egész szett. Igen, ezt így szét is, bár így szívtam volna valamit most közben, nem tudom, fura, hogy mondod. Így nem szabad benyomni az alját, mert akkor nem jön ki. Nehezen jön ki, úgyhogy ez most... Hagyjátok, hogy milyen praktikus ez a doboz. A kurva anyád! Tudtál szedni? Én késsel szedtem ki, csak mondom. Igen. Tehát az a lényeg... Na. Az szóval lényeg, csak egy kis erő kell. Benyomjátok, mint én, akkor ott az így megragadt, tehát kifelé kell húzni. Ez milyen összeszedett videónak tűnik ilyen. Szóval, jó, szóval ez, így össze komolyra fordítva ez a doboza. Összerakja? Igen. Menjünk akkor sorba, nézzük akkor az alkatrészeket, és kezdjük akkor összeszerelni, hogy is van ez. Hát ugye ez az alja a vízipipának. Van rajta egy cső, kivezetés, illetve a szelep. A szelep kifújó rész. És ide kell becsavarozgatni a különböző részeit. Sorrendben a szeleptől, szelep kivezetéstől indulva ez a szelephez tartozó csőrész, amit szintén szét lehetne még szedni három felé, de nem akarjuk elveszíteni a golyót, mert tudjuk, hogy ez igen, abban van a golyó. Ebben van a és golyó. És itt ebbe a kis alkatrészben meg van oldva maga a kifújó rész, igen. Tehát ebben már benne van maga a szelepnek a... A sorrendet rész. Tartani kell, tehát ezt nem szabad a másik oldalra, mert akkor nem fog működni a pipa. Tehát ez jön a szelep kivezetés mellé. Ezt követi okay. Akkor a diffúzor. A diffúzornak igen. Az alja kell, hogy... lefelé álljon, mert ugye két csavarrész van rajta, de az alja megy lefelé, és itt látható egy ilyen nevezetes, igencsak apró fekete gumitömítés, amiről még lesz ma szó. Kint ilyen szép kis lukak vannak rajta, nagyon jól meg van csinálva, igen. Ez a diffúzor rész, jól el van készítve, úgyhogy igen. És a víz beöntésénél... Gyere már! Ennek a diffúzornak szokásosan csak minimálisan egy fél egy centivel fölé kell a vízszintnek lenni, tehát összesen ennyi víz lesz benne, ami nagyjából egy decinek felel. Igen, nagyon kevés víz megy bele, úgyhogy majd ezt később el is mondjuk, hogy mi a hátránya ennek. És akkor ez az utolsó cső, ami lényegében egy ilyen vízbelógó csőnek felel meg. A fordítottja, az inverze, mert tehát ugye ez... Tehát olyan, mintha az egész így befele be lenne hajtogatva, és úgy űrű. Hát nem jó mondjuk, mert nem belógó cső, hanem maga a... Tehát a maga tartálynak a kiszívó részét csinálja majd ő, mert ezen keresztül szívod vissza a füstöt. Tehát a diffúzoron keresztül leszívod, ez a belógó cső. Itt igen. Feljön, tehát annyi a különbség, hogy itt lefelé fogod szintén megint visszaszívni, tehát nem fölfelé, mint a normál vízipipákban. Tehát ez úgy van itt kialakítva nekünk, ez az okosság benne, hogy a víz fölé érkezik ugye az ízes füstünk, és akkor azt alapvetően ugye kiszívnánk fölfelé, na most igen. Itt lefelé szívod, és úgy jön ki alul, tehát így oldották meg, ami szerintem egy rohadt jó ötlet. Igen, igen, tehát ez eléggé forradalmasította ezt az utazópipa igen. Koncepciót, erről még majd ejtünk szót, és akkor ez a testrész, ez a köpeny, ez valami elég erős műanyagból van, és itt is ilyen fémkarika. Egy fémkarika. Itt is látott egy nagyobb ógyűrű alul. Ennek ilyen nagyon kellemes hangja van. És azt érdemes azért ráhúzni, mert ott fogja a vizet megtartani. Igen. Azért is kell a gumi, mert különben ott kifolyna a víz igen. Egyébként. És akkor ez pedig a teteje, ahol szintén egy ilyen nagyon méretű ógyűrű látható. Ez ide, és erre rakjuk a... ezt. A kerámia tartót. Ezt az izét. Ezt az izét. És erre jön egy kis tömítés. És most jön még a legfontosabb rész. Legfontosabb és legveszélyesebb része. Ugye a csőcsatlakozás, amin kettő ilyen kis fekete gyűrű van, és ezek a kibe, tehát különösen a kihúzásnál előszeretettel így lerepülnek olyan helyekre,
hát ami a szoba bermuda háromszöge, soha többé hát nem találod meg. Igen, és gyakorlatilag hogy... örökre eltűnik, ha azt így elpattan, meg nem igen. találod. És akkor erre jöhet a cső, ebben az esetben egy szép kis koponyás. Most cső. Igen, és hát gyakorlatilag ezzel készen is van. Na most ami még fontos, hogyha ezt el akarjátok csomagolni, akkor nem szükséges ezt szétszedni már többet. Tehát igazából ez így, ahogy van, ugye ezt kihúzod, és így, ahogy van. Igen, tehát az elcsomagolásnál nyilván a vizet kiöntjük belőle, kihúzzuk, nem elhagyva gumigyűrűt, kihúzzuk belőle a csatlakozást, ugye ezt innen ki kell szedni, és erre szolgál ez a kis szivacs, ami még a dobozban van, hogy ebbe helyezhető bele a kivezető, illetve a kerámia tartó fémrész, vagy pedig tehát csak így ráteszed. Csak így ráteszed, és igen. Így igazából kész is, tehát nem kell. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi, és hát nézzük meg akkor, hogy hogyan fog ez működni a valóságban. Mondjuk nem, mintha ez nem a valóság volna, de hogy működési gyakorlatban hogyan fog működni. Hát mit rögtön látni azt, hogy azért mit produkál ez a kis csoda. Nála is egyébként a várás ugyanúgy meg kell várni azt az 5-6 percet, ez konzolfüggő, tehát nem csinál semmi mást maga a pipa. Tehát nehogy azt higgyetek, ugyanúgy a konzolnak kell átmelegedni, és akkor lesz jó. Igazából ami érdekes, hogy ilyenkor már szerintem leszoktunk venni egyet. Most ami igen. hátulütője, hogy ugye nincsen tálca. Igen. Egyáltalán. Tehát ez, az igaz. Ez egy probléma van, tehát kell hozzá minimum egy szén hordozó, vagy valami, amire le tudod tenni, de hát hogyha mondjuk valami betonplacon letesztek, szerintem nyugodtan lehet tenni, hogyha nem olyan helyen vagytok akár mellé, csak azért vigyázni kell ezzel. Én lehet, hogy egyet most akkor leveszek, hogy ne égessük illetve oda. Hát azért nem fújtam ki, hogy ezt is meg tudjuk mutatni. Akkor a kifújása így működik. És akkor itt szépen alul. Igen. Hát itt van egy nagy figyelmeztetés, semmiképp nem szabad erősen megfújni, mert nagyon könnyen felszalad a víz. Tehát azért igen. erre vigyázni kell, hogy csak tehát csak óvatosan. Piciket igen, tehát olyan nagy izomból, amit mondjuk megszokunk egy nagyobb pipánál, akkor igen. oda az egész tömés, úgyhogy igen. erre figyelni kell. Igen, hogy gyakorlatilag az a probléma, amikor ha nagyon megfújod, akkor a víz az felfröccsen, belefolyik a kerámiába, ott eláztatja a dohányt, és kezdve annak annyit, tehát azzal már nem lehet próbálkozni igen. utána. Tehát az, hogy egy kiszárítod, meg egy kicsit levegőzteted utána már, az totál kuka. Na, tehát, hát akkor az a tömés annyi. Az, hát ugye a szén is előbb-utóbb eléri, vagy hát a konzolt. A konzolt, és akkor ahogy vizes lesz a konzol, olyan égett, brutálisan szar igen. íze lesz az egésznek, szóval onnantól kezdve kuka az egész. 2 éve ez a pipa már megvan, lehet, hogy kicsit több. Nagyon szeretem, nagyon praktikusan hordozható, tehát utazáshoz mindig ezt a pipát használom. Tényleg annak ellenére, hogy milyen kicsi méretű, látjátok, hogy teljes értékű füstöt ad. Abszolút. Sőt, én nagyon csodálkoztam, amikor először láttam, hogy ezt én sem hittem volna, tehát ezt, ha nekem valaki mondja, én ezt nem hiszem el. De szükségem volt egy utazópipára, úgyhogy kipróbáltam, és engem abszolút meggyőzött. És ez a fajta design, ez a kompaktság, az, hogy nem üvegből van. Ja, és valamennyi, pont annyi, hogy... Hát masszív hogy súlya van, tehát ahhoz nem borul képest, fel. Igen. Hát föl lehet azért ezt is borítani, tehát hát nem azért ezt, de nehezebb, ezt, sokkal, mint egy ilyen általános... Hát, hogyha ezt megrántjátok, sokkal hamarabb kijön a csőcsatlakozás. Tehát ezt vagy elhúzod oldalra. Ez azért ez nehéz. Illetve még a dizájnról, tehát erről a koncepcióról annyit, hogy én amennyire tudom, ez a Vairo One volt az első ilyen ez a dobozka-szerű találmány, tehát ami így néz ki, és nem üvegből van, és azóta ez több nagy márka követte, tehát azóta igen, már a Shishayának, Mr. X-nek és talán már a VD Hookának is, mint talán is egy hasonló. Lett volna hasonló. Úgyhogy azt teljesen lemásolták, mert ez annyira praktikus és annyira jól igen. működő koncepció, szóval én is azt látom, hogy az utazópipáknál teljesen áttértek erre igen. a dizájnra. Tehát igen. ez egy abszolút jól működő igen, tehát ez koncepció, bevált. Teljesen egyszerű, nagyszerű és igen. tényleg tök jól hordozható. Igazából... Változtatható a külseje, tehát ez a külső köpenye, igen. ez számtalan színben elérhető és kompatibilis, tehát hogy akár tudod váltogatni. Nekem is van egy ilyen szürke és fekete csere köpenye.
És akkor a kis dobozába egyébként az egész belefér. Ó, tehát tök jó, ennyi az egész. Tehát ezt így viszed, Igen. és előveszed, pipázol. Igen. Igazából a szénbegyújtására meg vannak ezek a gázbegyújtók, Igen. ilyen palackot lehet, Igen. nekem is van, neked is van szerintem. Azzal begyújtod a szeneket, és akkor, vagy beizzítod, bocsánat, nem gyújtjuk a szenet, hanem izzítjuk, Igen. és akkor azokat így rárakod. Mik a negatívumok? Elsősorban a méretéből adódóan a víz felmelegedése, és szerintem azért a legtöbb pipás szereti, hogyha hűvös a füst. Most nyilván ebben egyéni ízlés van. Én nagyon hűvös füstöt szeretem, tehát én mindig használok vagy jeget a vízbe, vagy jégakut, vagy mindkettőt. Szabad ne feledd, ezért is használjuk a bazokát, ami elég fura ez a kis szethez, de pont azért, mert nagyon gyorsan fölmelegszik Igen. a víz, ami egy, mennyi, egy deci Egy deci víz. víz megy bele, tehát az tényleg Tehát az nagyon kevés. gyakorlatilag percek alatt, tehát az 10 Igen. perc múlva már érzékelhetően egy langyoskás füstöt fog az ember szívni. Nyilván nem meleg füstöt, de azért Tehát langyosat. valahogy Tehát jéghideg vizet kell jéghideg beletölteni vizet, mindenképp. jégkockákat. Igen. Nyilván, hogyha az a cél, hogy valahol ott vagytok, ahol semmi nincs, és szeretnétek egyet pipázni, akkor az úgysem számít annyira, egy vízparton vagy valahol, de ha olyan helyre utaztok, ahol azért közel a szálláson van jég vagy hűtési lehetőség, akkor érdemes vagy egy ilyen Igen. bazókát vagy jeget tenni Meg bele. hát árnyékba tenni, tehát ez Megáll, igen. semmiképpen nem maradhat a napon, mert az egy deci víz az azonnal föl fog Igen, melegedni, persze. és az egész pipa hát nem Hát lesz olyan élvezet. kellemetlenebb az íze, Igen. vagy tehát nem annyira élvezetes. Ez az egyik hátránya, a másik hátránya pedig már az összeszerelésnél bemutatott, nagyon pici, nagyon könnyen lecsúszó és Oh, szinte tapasztaltam. pótolhatatlan gumigyűrűk. Tehát abból érdemes a bevásárlásnál akár rögtön pótokat rendelni, mert az, ha elveszik, azt nem mondjuk, hogy lehetetlen pótolni, de baromi nehéz, tehát az valami... Hát te most már állítólag mondtad, hogy lehet, hogy nem is kapni, mert hát tehát, hogy most már nyilván valami... meg kell nézni több webshopon, de igen. Tehát egyébként legutóbb Igen, az biztos, hiányzik hogy el fog volt. repülni, tehát azt komolyan mondom, tehát, hogy mikor Igen. kölcsönadta nekem az Alex legelőször, akkor mondta, hogy csak azt ne hagyjam el. Az volt az első, hogy amikor kibontottam, az elrepült, Igen. és akkor repült be a kapusznyiba, tervtom, mert ez nem egyik live-ba, ezt elmesélték, egy teljesen képtelen történt, és aztán meglett. Igen, igen, de szóval ezekre a tömítésekre, illetve a nagy gumigyűrűre, amit a tetejében láttatok, arra is vigyázni kell, mert az szintén nem nagyon lehet pótolni. Úgyhogy ez messze a legnagyobb hátránya, ez sokkal nagyobb probléma, mint a vízmelegedés. Igen. Hát, és azon kívül, hogyha az nincs, akkor azt egy, nem is működik a pipa. Nem, tehát, nem. Hogy, Tehát hogy akkor nem nem. tudod, tehát hogyha az nincs, az a tömítés, akkor a pipa nem működik. Igen. Tehát ez szó szerint, És nem tud ugye szívni. Összesen tehát nem. négy ilyen pici gyűrű van benne, tehát a legveszélyesebb a csőcsatlakozásnál, hiszen az kibeszedjük. Úgyhogy ez egy probléma, amire oda kell Igen. figyelni. Igen. Az ára szerintem elég barátságos, most megnéztem, most kiegészítők nélkül egy 70 euró, ami szerintem nem, azért az nem egy horror összeg, hát nem olcsó, de ez most egy már az időtálló utazópipák pipa. Gyakorlatilag ilyen áron mennek, Igen, tehát hogyha igen. te egy normális utazópipát akarsz, vagy nem valami szutykot, akkor tényleg, de érdemesebb ruházni, mert tényleg egy megbízható konstrukció, és tök oké. Okay. Igen. Tehát tök rendben van. Abszolút azoknak ajánlom, akik szeretnének tényleg egy jó utazópipát, amivel nincsen probléma, hogyha félnek, hogy összetörik, ez nem Igen. fog, és azoknak, akik tényleg egy masszív utazópipát szeretnének, tényleg egy örök darab utazópipát, Igen. ha csak nem veszítitek el belőle a gumigyűrűket az első alkalommal, akkor... Én először, mikor ilyen történt, akkor egy cellux csíkot, egy nagyon vékony cellux csíkot vágtam, azt tekertem bele, hát annyi, hogy az kb. Egy pipázást bír, tehát hogy annyit, tehát lehet próbálkozni, de leginkább nagyon vigyázzatok rá. Köszönöm szépen, hogy elhoztad nekünk ezt a kis csodát, remélem sokatoknak megtetszett, vagy segítettünk, mert sokszor szokott lenni kérdés, hogy mondjatok utazópipa, tehát szerintem ez abszolút egy tökéletes alternatíva, de ezt már sokszor elmondtuk, meg nagyon régóta akartuk már megcsinálni ezt a tesztet, Igen. nagyon régóta mondtuk, úgyhogy most nagyjából akkor láthattátok, úgyhogy hát nagyon szépen köszönjük, és írjátok ide le a kommentbe, hogy szerintetek mi a legjobb utazópipa, illetve mivel van nektek Asztalatotok azt, vele. Ezt, azt,
Mivel van tapasztalatok? Ezt a szót kerestem, ami nem jött. És ha van, akkor nektek mi a véleményetek? Így van. Köszönöm, hogy kisegítettél. Jó, hogy jöttél, köszi. Na. Bőfüstöt mindenkinek, papi. Sziasztok. Na.